Etikai eljárást indított az egészségügyi szakdolgozói kamara a fekete ruhában tiltakozó ápoló Sándor Mária ellen. A szervezet elnöke szerint az ápoló a nyilatkozataival többszörösen megszegte az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó etikai kódex szabályait. Sándor Mária úgy véli, azért indult az eljárás, mert példát lehet vele statuálni, hogy így jár az, aki szembefordul a rendszerrel. Közben szakszervezetek és politikai pártok is szolidaritásukról biztosították az ápolónőt. Amikor felhívtuk a téma miatt Sándor Máriát, azt kérte, hogy hogy legyen itt egy jogász is ő vele, méghozzá szakszervezeti jogász. Ezek szerint mostantól kezdve, vagy eddig is, de mostantól kezdve még inkább sokkal jobban kell vigyázni a szavaira, majd kiderül ez is. Sándor Mária, jó estét kívánok a vendégem, illetve a már említett szakszervezeti jogász Szabó Imre. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Mi történt pontosan? Mi ez az eljárás? Ön mit tud a saját eljárásáról? Pénteken kaptam egy levelet, amiben értesültem arról, hogy eljárás etikai, többszörösen elkövetett etikai vétség miatt eljárást indítottak, vagy panasszal éltek ellenem Balog Zoltán úr. Ezt fontos elmondani, hogy csak közben megfoglaltok, hogy nem a miniszterről van szó. Nem. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökéről. Igen. Többszörösen hogy tudott elkövetni etikai vétséget? Ez így kiderült? Nem, semmi más nem derül ki a levélből, és ezért is én szombaton nappaloztam, vasárnap éjszakáztam, úgyhogy ma reggel az volt az első, hogy elindultam a független egészségügyi szakszervezetbe Kis László úr elnök úrhoz. Uh-huh. És hogy egy igen, most mi legyen. Igen, hogy mi ez a levél, és akkor így került képbe a jogász úr. És önnek sikerült kideríteni, hogy akkor mi ez a levél, és egyáltalán mit követett el az érintett? Hát nehezen. Vasárnap én is az interneten szembesültem azzal a videóval, amit a Mária feltöltött, és mai nap a szakszervezet elnökségi ülésezett, illetve a független egészségügyi szakszervezet tagja egy tágabb közösségnek, a munkástanácsoknak, és nyilvánvalóan jogi segítséget igyekszünk adni, tájékoztatás, szakértői segítséget, de megdöbbenéssel álltam én is az ügy előtt, hiszen ez nem egy bevett szokás, hogy a kamara etikai vizsgálatot indít, etikai vizsgálatot kezdeményez. Hát de szokott, tehát kamarának akár lehet ilyen. Igen, csak általában ez olyan önálló munkavégzési típusokra jellemző, ügyvédekre, ha lehetne ezt még folytatni, sorolni. Olyan közösségben, mint az egészségügyi szakdolgozók, nem igazán hallottunk etikai vizsgálatokról, legalábbis olyan volt. Én nem hallottam, de ez azt jelenti, hogy például nem is volt még ilyen, vagy ez kiderült már? Rendelkezésre egy munkajogi eszközrendszer egy munkáltatónál, hogyha a munkavállaló van, akkor a munkavégzésével kapcsolatban probléma merül fel. Az, hogy etikai vizsgálat folyik, ami tudomásunkra jutott, hogy olyan kijelentésekre alapozva, még több kommunikációs csatornán az egészségügyi szakdolgozókkal, az ő helyzetükkel kapcsolatban felmerültek, hát ilyennel még nem igazán találkoztunk. De várjon, az, hogy a munkáltatónak vannak különböző elvárásai a munkavállalóval szemben, amit teljesíteni kell, és hogyha ezt nem teljesíti, akkor ott valóban indulhat eljárás, ennek lehet munkaügyi következménye, de a szakdolgozói kamara az Máriának nem munkáltatója. Nem, ezért érdemes ezt a kérdést külön választani, tehát mire is szolgál egy etikai kódex. Az általános szakmai standardeket fogalmaz meg, általános olyan magatartási követelményeket, amelyek célszerű a szakdolgozóknak egymással való kapcsolatukban, a szolgáltatást igénybe vevő csúnya fogalommal használni, véletlenül hogyan nyilatkozhat egy egészségügyi szakdolgozó. Ez is egy külön témát megérne, hogy a MESZ-nek az etikai szabályzata az milyen minőségű, vagy ez jónak lehet-e megítélni. Ki fogadja el? Ez ugye, tagság, vagy a vezetőség? Vagy? Ez etikai szabályozónak megvan a jogszabályi környezet, a törvényi háttere, most nem sorolnám hosszasan az ösztönöző jogszabályokat, de azt, hogy a munkáltatónak nem csak a munkavégzések kapcsolatban a munkajogi eszközrendszere, hanem alapvetően azzal a tevékenységkörrel kapcsolatban is, amit a munkavállaló egyébként megvalósít. De még egyszer mondom azt, hogy a szakdolgozói kamara
a saját tagja, hogy itt kötelező tagságról beszélünk, eljárás kezdeményezzen, és esetleg itt felmerült a hírekben, ugye nehéz itt a eseményeket követni, esetleges retorzióknak, szankcióknak az alkalmazása. Erre nem igazán találtunk még példát. Az a... De egyébként lehetőség van? Lehetőség... Tehát érheti bántódás Máriát, ami a szavai miatt, vagy a kijelentései miatt? Hát véleményünk szerint nehezen. Megdöbbenéssel állunk az ügy előtt. De az, a lehetősége hogy... megvan a kamarának erre? Egy etikai vizsgálat folytán, még széles az a szankciórendszer, ez a büntetési rendszer, ami ilyenkor kiszabható. Itt egészen beszéltünk megrovásról, figyelmeztetésről, időleges felfüggesztéséről a kamarai jogviszonyának, a legsúlyosabb esetben többszöri vétkes kötelezettség esetén akár a kizárásról is. Amit tehát ugye nem kell részletezni, a hivatás gyakorlásának a beszél. Tehát ha valakit a szakdolgozói kamarából kizárnak, akkor nem gyakorolhatja a hivatását. Hát, nekem Balogh Zoltán kamarai vezető többször volt már vendégem, és amikor az egészségügy helyzetéről beszélgettünk, véletlenül sem mondanám azt, hogy mindaz, amit öntől hallottam, vagy hallhatott bárki, és amit mondjuk Balogh Zoltán kamarai vezetőtől hallott bárki, az homlok egyenest ellentétes lett volna. Tehát ő is ugyanúgy a szakdolgozók az egészségügy nehéz helyzetére hívta fel a figyelmet, mint ön. Akkor mi itt a szembenállás, vagy mit gondol ön erről, hogy jutott ez az ügy idáig? Hát én ezt ugye egyénileg kezdeményeztem még februárban, és ahogy minket neveztek, egy alulról jövő kezdeményezés vagyunk. Tehát én csak egy nővér vagyok, és hát ők meg magasabb pozícióba ülnek, és én ugye azt mondtam, hogy azért szólaltam meg, mert úgy éreztem, hogy nekünk nincsen megfelelő képviseletünk. Tehát, hogy ők, akik erre kinevezett szervezet, hogy minket képviseljenek, nem lépnek fel elég határozottan. Tehát, hogy az egészségügy évtizedek óta ugyanott van, és nem jutunk egyről kettőre. Úgyhogy lehet, hogy az én radikalizmusom és az ő kevésbé radikális fellépésük között lehet az ellentét, vagy ugye ez a fehér, illetve fekete ruhások, ami szintén köztudott a médiából. Jó Istenem! Tehát fehér-fekete ruhások, radikalizmus, radikalis fellépés. Tehát akkor, amikor egy nővér kiáll és azt mondja, hogy vállalom a nyilvánosságot, de hogy a lelkiismeretem miatt szólalok meg, mert hogy én szeretném lelkiismeretesen, most gyakorlatilag az ön szavaitól mácsolom ismételten, lelkiismeretesen végezni a munkámat, és ilyen körülmények között ez már szinte lehetetlen. Akkor azt a nővért mi tiszteljük, becsüljük, azért, mert vette a bátorságot, és a többiek nevében is, mert biztos, hogy nem egyedül van, azt mond, ki merte mondani az igazságot, amit egyébként mi betegként tapasztalunk is. Most a sajátjaitól jön a támadás? Ezt így nem igazán értem. Igen. Azért nekünk nővéreknek hát egy elnyomatott helyzetben vagyunk. Tehát nem szabadna megszólalni, hangot adni, nekünk csak feletteseink vannak, mert a nővér az a legkisebb a ranglétrán. Tehát én esetleg fordulhatok a közvetlen felettesemhez, akár a túlórák kifizetése miatt, de amikor látom azt, hogy a közvetlen felettesem megy le az ápolási igazgatóhoz, és onnan megint csak vissza vannak dobva a papírok, tehát akkor folyamatosan azt tapasztalom, hogy megint csak a legfelső réteg, aki fordulhatott volna már a kormányhoz, amit a legelső riportomban elmondtam, hogy miért nekem kell kiállni és mondani, hogy kérünk nővért, kérünk pénzt az egészségügyben, mert nem működik, hogy az a határozott kiállás, hogy elbeszélgetünk, mert túl vagyunk ezen az időszakon, és egy nővérnek ehhez úgy látszik, nincsen joga. Ebből lett a konfliktus, hogy vette a bátorságot, hiszen ott vannak az erre. Feltételezem, igen. Nem sikerült például
fehér ruhásokkal beszélni arról, hogy hát gyerekek, egy hajóba vagyunk, egy a célunk, mindannyian ugyanazt akarjuk, az egészségügy helyzetének javulását. Hát ez azért úgy működött ez a történet, hogy fölszálltak a fekete ruhások arra a bizonyos buszra, amit indítottak vidékről, és akkor ráhúzták a fehéret, és mikor leszálltak, akkor levették a fehéret, és ott volt a fekete, hogy sajnos ez ki volt adva utasításba, hogy csak fehérbe, tehát ők elhatárolódtak tőlünk. Ez is köztudott a médiából a Kossuth téri történet. Tehát a saját kamarájuk elhatárolódott, igen, a alulról, igen, szerveződő, igen, önhatalmulag fellépő civil, igen, nevérektől. Igen. Egy kicsit szakszervezeti mezbe eltöltözve. Ez egy komoly küzdelem és vita egyébként, hogy meddig tart egy szakszervezetnek a jogköre, és amit előbb említettem etikai vizsgálatok kapcsán, ugye Máriáról, mint szakszervezeti tagról is beszélünk, szakszervezeti aktivistáról is ebben az esetben, és ebben a minőségben értem, hogy nem bevett szokás az etikai vizsgálatokkal, igen, való fenyegetőzés és megvalósítása, de az, hogy meddig tart a szakdolgozói kamarának a jogosítványai jogkörei, meddig tart a szakma képviselete, a hivatás képviselete, és mikortól van egy klasszikus érdekképviselete, funkció, ez számtalan nemzetközi munkaügyi szervezetnek egyezményei rögzítik, hogy szakszervezetnek a jogköre az a szakszervezet jogköre. A demonstráció és az egyéb aktív munkaügyi harc ennek ehhez kapcsolódó eszközrendszer. Ugye itt most nagyon vegyes lett a kamara az egészségügyben folyó küzdelmek, vagy egészségügyi harcok kapcsán. De most egymással harcolnak? Hát sajnos, ekkor jutni. Annyit azért elmondanék, hogy például a Magyar Szakszervezeti Konfederációk nyílt levelet intéztek a szakdolgozói kamarától még július 1-i események előtt, hogy egyeztessünk, beszéljük át, hogy esetleg hogyan lehetne közösen. Így van, tehát itt a munkástanácsok, a Liga, nem akarom felsorolni, igen, az összes szövetséget. Tárgyaljunk, beszéljük meg, hogyan lehetne közösen megnyilvánulni. És akkor el lehetett volna kerülni ezeket az eseményeket. Hát ennek a sajnálatos következménye, hogy fehér pólósról, fekete pólósról beszélünk, hát itt együtt kellene működni, meg kéne beszélni a problémákat. És még egyetlen egy dolgot mondanék, hogy hát ugye felmerül, hogy ez az egész történet, ez kinek is az érdeke. Hát értetlenül álltunk vasárnap, amikor én is a Facebookon találkoztam ezzel a videóval, hogy hát ez szerintem a legrosszabb az egészségügyi államtitkárságnak most ez a hírek, meg ezek a fejlemények. Ez az egészségügyi államtitkárságnak? Igen, szerintem ezt Mária elmondja, hogy miért látja ezt. Mert én azon gondolkodtam, hogyha mondjuk egy kormányzat arra törekszik, hogy együtt egy nagy tömeget alkotó valamit, ellenzőket jó lenne megosztani, mert akkor mindjárt nincs tömeg, akkor itt már is elérték. De miért gondolja, ha azt gondolja, hogy ez a kormányzatnak jó? Amit mindig mondtam, hogy én a kolléganőimért álltam ki, és egy nővérnek nincs joga fölállni és megszólalni, de úgy éreztem, hogy nincs mit vesztenem, mint az állásomat. Mert hogy ennyi pénzért más munkát is folytathatok. Az más, hogy én ezt szeretem csinálni, és ezeket a lányokat, ezeket a kolléganőket szeretem, de nem szereti azt a felsőbb vezetés, hogy tehát bármilyen atrocitás ér az osztályon, én annak nem adhatok hangot, tehát nem mehet ki a kórház falain kívül, de... És miért gondolja azt, hogyha azt gondolja, hogy ez a mostani történet, ez etikai vizsgálat, ez mondjuk a kormányzatnak, jó, az egészségügyi kormányzatnak? Tehát eljutottunk a tárgyaló asztalig, ahol ugye köztudott, itt kértem segítséget, hogy ott lehessek, és Zombor Gábor úr elmondta, hogy tulajdonképpen ez, hogy mi ott ülünk annál a tárgyalóasztalnál, az nekem köszönhető Sándor Máriának, és ő volt az, aki, tehát én tudom, hogy hol a helyem, csak egy nővér vagyok, leültem a hátsó sorba, és ő volt az, aki fölállt, és oda tett egy széket, és azt mondta, hogy ő nekem köszönheti az ott ülő 20 vagy 30 vagy 40 ember, hogy mi így most leültünk, és megbeszéljük a dolgokat. Zombor Gábor úr felajánlotta nekem, ha engem bármilyen sérelem ér, ő maga az, aki engem véd, hogy ő nem engedi, hogy engem a felszólalásaimért, a megszólalásaimért bántsanak.
És hát akkor most van kihez fordulni. Igen, meg is tettük ezt a lépést. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatás. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták mindezt.